Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a Kondor Béla Közösségi Ház nevében. A jubileumi harmadik Szamárfő Körvinkli című kiállítás megnyitóján, imárom tehát a harmadik évben április 1-ének másnapján. Szeretettel köszöntöm dr. Léva István Zoltán alpolgármester urat, Feledi Balázs művészeti írót, Fehér András zeneszerzőt, Kis Mariannát, a Közösségi Ház nyugalmazott igazgatóját, köszöntöm a kerület intézményvezetőit és a bátor alkotókat, családtagjaikat és hozzátartozóikat, a kerület képzőművészeit, a sajtó média képviselőit és minden kedves vendégünket. És akkor most fogadják szeretettel Fehér András zeneszerzőt, aki a Boci Boci Tarka című gyerekdal variációját adja elő, és egy karinti idézetet is hallottunk tőle. Miért kell tessék szépen kijavítani. Jó estét, vagy jó napot, vagy ami jó, azt kívánom Önöknek. És én azt gondolom, hogy Önök is, mint alkotó művészek, tudják, hogy a legkomolyabb és a legnehezebb a gondolattól a kivitelig az út. Ezért én most azt szeretném megmutatni a saját magam professziójából, hogy hogyan születik egy zenemű. Egy zenemű, amelyik legtöbbször egy versből születik, és most egy nagyon komoly verset szeretnék Önöknek elmondani, ami azonos azzal a témával, ami később érben a zongorán is elhangzik. Karinti Frigyes, tehenek gyermeke. Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete pettyes. Sem szerve, mely a zengzeteket bevehet, sem szerve, melyen legyeket elhesegethet. Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete pettyes.
terjedelméből kiindulva gondolom, hogy lapozó ember is kellett volna, mert hát ez fejből, ez még nagyobb. Nekem árt a lapozás. Köszönjük szépen! És akkor most halljuk tehát a szakmai szavakat. Felkérem Feledi Balázs művészeti írót, hogy nyissa meg a kiállítást. Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, és azért hadd mondjam el, hogy lehet, hogy már itt is szó esett a korábbi években arról, hogy milyen fontos, hogy egy kiállításon ha zene van, vagy ha verset hallunk, tehát egy egységes produkcióról van szó, hogy akkor ezek illeszkedjenek egymáshoz. Hát azt hiszem, hogy kivételes a mai alkalom Fehér András produkciója kapcsán, a mai kiállításon ez rendkívül illik, és hát hadd köszönjük meg külön Antal Mátyás karmesternek, aki itt van közöttünk, aki Kuller Ágoston barátja, hogy így itt lehetett közöttünk Fehér András. Ugye még a végén is hallunk egyszer. Végén hallunk még egyszer. Hogyha valami más kell járni. Gondolkozzál addig rajta. Szóval ez egy kitűnő illeszkedés volt, és azt hiszem rögtön nagyon megadja a kiállításra is tulajdonképpen a bevezető gondolatokat és hangokat. Elhangzott már többször, hogy ez a harmadik alkalom, ez a mai kiállítás, és mindig bővül kicsit gondolatilag, hiszen az első alkalomkor az konkrétan április 1-ről volt szó. A második alkalommal, azaz tavaly, bővítettük a gondolatkört, és április 1 és a szamárfül volt valamilyen módon itt a jelképes kapcsolódás. Idén még jobban kapcsolódott, ugye kicsit a meghívó is már sokféle olvasnivalót és látnivalót tartalmaz. A kiállítás április 1 kapcsán rendeződik meg. Nagyon fontos, hogy szamárfület mutassunk egymásnak. A szamárfülek sorra megjelennek ugye a meghívón, az összes kiállító és az összes házigazda rajta van, de még ez plusz a mai alkalommal megtolódott még egy fogalommal, és ez a körvinkli, ami gondolom, hogy sokan föl is teszik a kérdést magukkal, hogy egyáltalán itt miről is van szó, talán későbbiekben még egy picit ezt körbejárjuk. Hadd csatlakozom én is ahhoz, amiről a polgármester is szólt, ejtett, és amiről ez az egész zongora szólt, hogy a humor mennyire hiányzik mostanában az életünkből, és hát a közéletből is hiányzik, de a művészetből mennyire hiányzik. Megszűntek azok a rendezvények, volt például korábban Grotesz Biennale Kaposváron, ebben a pillanatban jutott eszembe, és az is kimúlt. És egyáltalán, ha körbenézünk a kortárs képzőszetben, humorral nagyon kevésbé találkozunk, iróniával igen, ezek fontosak, ezek a különbségek, és feltétlenül morbiddal sokat találkozunk, és groteszkel is sokat találkozunk, de ezek a finomságok nagyon érzékenyen mutatják az én olvasatomban, hogy mi iránt van érdeklődés a művészek felől is, mi az, ami elsősorban foglalkoztatja őket, és amit vissza akarnak adni. És a humor nem annyira, hanem ennek különböző súlyos változatai. Ezen a kiállításon azonban nagyon fontos valóban, hogy azok az asszociációk, amelyek a szamárfül jelenség, vagy a körvinkli jelenség kapcsán eszükbe jut az alkotóknak, az tulajdonképpen elsősorban a humorra van kiegyezve. Április 1 még talán ugye annyit, hogy a becsapás és a beugratások napja. Ez azért fontos, mert a művek többségében, ma itt is majd, amiről talán még egy pár szóban tudok szólni, nagyon fontos a becsapás és a beugratás, az igazi és a valóságos összekeverése, a nem lehetségesnek a lehetségessé alakítása. És a szamárfülre csak annyiban térnék vissza, hogy régi idők óta, de állítólag alaptalanul, az ostobaság jelképe a szamár, mert állítólag ugye nagyon intelligens állat, és a szamárfül pedig különösen egy olyan vizuális megjelenést ad, ami a butaságnak és a sutaságnak a jelképe lett. Talán már itt említettem, de hadd villancsam föl, ugye ma már kevésbé alkalmazzuk, keményebb jelzőket mondunk valakire, mint hogy azt mondjuk, hogy te szamár, vagy azt mondjuk, hogy egy ostoba szemére, hogy nem mondj ilyen szamarat, vagy ostoba szamár beszéd. Ugye valamikor ezek ismerős formulák voltak. Nos, a szamárfül
lehet többféle képzetű, ugye a tenyerünkkel, ahogy a fejünk mellett is mutatjuk, de az a könyvbehajtás is. Nagyon érdekes végig gondolni, hogy vagy az elhanyagoltság jelképe a könyvlap behajtása, hogy valaki nem törődik a könyvével, és azért lesz a márfüles, és le kell torni érte, vagy éppen tudatosan szépen behajtjuk a könyvlap sarkát, azért, mert tudjuk, hogy olvasunk, és hogy nem használunk könyvjelzőt, de hogy oda visszatérjünk a könyvbe. Tehát rendkívül érdekes, hogy a szamárfül önmagában egy szóként is hányféle értelmezést tesz lehetővé. Nos, hosszúra nyúlna, minden esetre hadd jelezzem, hogy nagyon jó látni a mai kiállítóknak az egységét, ami mindig picit változik, ez nagyon fontos gondolat, és mindig úgy van egy mag, egy van egy kemény mag, és mindig vannak új kiállítók, idén is körülbelül 3-4-en, ami rendkívül fontos. Én személy szerint annak is örülök, hogy a művek nagyon jól megférnek egymás mellett, de több kiállító személyesen nem is ismeri egymást. Itt van megelő az alkalom, és ez is nagyon fontos, ez is a feladata egy ilyen kiállításnak. Van természetesen olyan, aki olyan tárgyat ad be, ami hagyományosan jellemzi a munkásságát, amire a rápillantunk tudjuk, hogy ez tőle származik, és ami különleges, hogy vannak olyan munkák, amikor nagyon megújuló személyiségként áll előttünk az az adott művész, és ugyanígy nagyon jó látni, hogy valakinek szervesül az életművébe, mert egyébként a gondolatisága hajlik e felé, és van, akinél egy teljesen másról van szó, mert egy drámai, súlyos művész életmű van mögötte, és ahhoz képest ma valami egészen más látunk. Ez is nagyon izgalmas. Technikai oldalról csak annyit, hogy teljesen hagyományos technikákat is látunk, tehát festmények, grafikák, rajzok, ugyanakkor, ami ez a mondandóhoz, tehát a humorhoz és az iróniához nagyon jól párosul, hogy objektek, asszamblázsok, kollázsok, tehát egy kitágított technikai értelmezés teszi lehetővé ehhez a témához való kapcsolódást.